Sziasztok, Füri Tome vagyok, a Séfek Séfe című műsorból ismertetek meg. Szeretnék most főzni nektek egy zöldborsó főzeléket pankomorzsás fogasfilével, parmezánnal és fenyőmaggal. Felveszünk egy egész salottahagymát, félbevágjuk, apró kockára vágjuk, beledobjuk a vízbe, hozzáadjuk a zöldborsót, ízesítem a főzelékemet egy kanál kristálycukorral és egy csipet sóval. Elkezdett forrni a zöldborsó főzelék, hozzáadom az állati tejszínt, és hagyom egy 2-3 percig rotyogni. Amíg a zöldborsó főzelékem készül, addig előkészítem a halat. Ez egy bőrös fogasfilé, amit szárazra törlünk, és leformázom. Körülbelül ekkora filét fogunk használni, amit egy picit lesózok, mindkét oldalát. Egy nagyon picit bevágom a bőrét, és egy nagyon pici citrommal ízesítem. Pici reszelt citrommal. Ez fogja megadni a savasságát a süllőmnek, és hagyom egy picikét a deszkán állni. Maga a leeső süllőből, darabokból tudunk csinálni haltepertőt, vagy ugyanúgy be lehet panírozni, ki lehet sütni és fel lehet használni. Finom, tökéletes. És most fogom letúrmixolni. Szedünk hozzá egy kis levet, hogy ne lepje el teljesen. Egy jó 3 percig turmixoljuk a zöldborsó főzeléket, és az utolsó percben visszavesszük a fordulatszámot, és szépen adagoljuk hozzá a vajat, hogy meglegyen a megfelelő fénye a zöldborsó főzelékünknek, és a sűrűsége. És kész a zöldborsó főzelékünk. Teljesen homogén állapotú lett. Ezt félretesszük. Kész a főzelékünk, jöhet a panírozás. Bal kézzel megforgatjuk a halat a lisztbe, utána beletesszük a tojásba, majd szépen lecsöpögtetjük, és a jobb kézzel befejezzük a morzsázást. Kitesszük egy tányérra, megvárjuk, hogy a fritőzünk 180 fokot elérje, és utána tehetjük bele a fogasfilénket. 180 fokon 3-4 percig sütjük. Aranybarnára csült a halunk, és kiteszem egy papírtörlőre. És most pedig a zöldborsót és a cukorborsót egy vajon át fogom futtatni. És ahogy felolvad a vaj, egy nagyon picit elkezd barnulni. Akkor hozzáadom a zöldborsót és a cukorborsót. Egy nagyon picit sózom és átforgatom. Kikészítjük egy tányérba, félretesszük és piríthatjuk le a fenyőmagot, amit száraz serpenyőbe fogunk készíteni. Arra figyelünk, hogy ne égjen meg, folyamatosan mozgatjuk. Sózzuk.
És a víz azért kell, hogy a fenyőmagon maga a só egy kérget alkosson. Elkészült a fenyőmag. És most pedig a tálalás következik. Főzeléket középre elhelyezem. A borsót ráhelyezem a főzelékre. Egy csíkba. Most pedig rátesszük a pankós fogasfilét. A fenyőmagot elhelyezzük a másik két oldalára. És egy nagyon pici parmezánt reszelünk a süllőnk tetejére. És végső fázisként pedig egy kis borsóhajtással megdíszítjük. Elkészült a zöld borsó főzelékem pankomorzsás fogasfilével, parmezánnal és fenyőmaggal. Remélem elnyerte tetszéseteket, jó étvágyat kívánok hozzá!